Nagyon jól áll. A magyar válogatott egyetlen külfaragója Baló Krisztián végigbiztató teljesítményt nyújtott a háromnapos versenyen, sokan dobogós helyezést jósoltak neki. Ladies and gentlemen, the bronze medalist is Magyarország! Hungary! Az első magyar díj! Krisztián végül valóban az élmezőnyben végzett. A tíz faragó közül ő érdemelte ki a bronzérmet. Nem számítottam erre, hogy ilyen jó lesz, főleg amikor az emberi meglátja az először a versenyzőket, idősebbek, utólag kiderül, hogy évek óta a szakmában vannak, nem is számítottam rá, de amikor így az első napnak a vége értünk, főleg a második napnak az eleje, láttam, hogy nagyon jól állok, és hogyha nem rontom el, és nem adom föl a tempót, és magát a versenyt, akkor dobogót éltek el, és ez is egy nagy drukkot adott. Nagyon jó volt. Az eredmény az, amikor kimondják, hogy dobogó és harmadik Magyarország, és tudom, hogy rólam van szó, nem fogtam fel, hogy hirtelen mi történik. A versenyt szeptember végén Budapesten rendezték meg. A Gödi Piarista iskolában frissen végzett fiatalembernek szakmai felkészítője Gil Viktor, valamint édesapja is a helyszínen drukkolt. Amikor ő már a Piarista iskolába járt, azért lehetett látni, hogy azért kilóg a sorból. Ugye ott a mesterével folyamatosan tartottam a kapcsolatot, akkor ugye ma ott tartottunk, harmadikban saját szerszámokkal dolgozott, megvettem neki azokat is, és hát ő is javasolta, hogy jó lenne, ha elindulna Magyarországon versenyeken, és akkor talán van rá esélye, hogy kiusson az Európa bajnokságra. És Krisz ugye ott is teljesített, és akkor elindult a felkészülés, és onnantól már egyenes út vezetett a bronzéremik. Baló Krisztián a versenyen elért eredményének köszönhetően automatikusan megkapja mesterlevelét is. A fiatal a Jurosz a többen is megkeresték állásajánlattal, de tervei közt szerepel a továbbtanulás is. Mindenek előtt azonban a jövő augusztusi Oroszországi Szakmák Világbajnokságára koncentrál, amelyre rövidesen megkezdi a felkészülést.